aktívan a tudásért. Országszerte eddig közel 350 képzésen összesen 6500 hátrányos helyzetű személy vett részt a programban. Pályaorientáció. Szakmai nyílt napot szerveztek a diákok számára egy tiszalöki cégnél. Fűtési szezon. Idén eddig nem drágult a tüzelőanyag, amelyet érdemes minél korábban beszerezni. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 2017 áprilisa óta több mint 1400-an vettek részt valamilyen képzésen az Aktívan a Tudásért projekt keretében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A program célja, hogy a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzésekkel integrálni tudják a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségűeket. A program 2021. március végéig tart, addig országosan 12 000 érintett alapkompetenciájának megszerzése a cél. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Aktívan a Tudásért elnevezésű EFOP projektjének kiemelt célja a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 18 és 55 év közötti alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel egyáltalán nem rendelkező személyek foglalkoztathatóságának javítása az ország kevésbé fejlett régióiban. Ezt új módszerekkel, helyi igényekhez igazodva valósítanák meg. Alapvetően a településekkel kell kapcsolatot tartani, tehát a belügyminisztériumnak megalakult az új főigazgatósága, most augusztus 1-től működik, esélyteremtési főigazgatóság 5 igazgatósággal az országban. És egyébként is kiterjedt hálózatunk van, ugye a társadalmi felzárkózás egy kooperatív szakterület, hiszen nagyon sokakkal egyeztetünk, akik a terepen dolgoznak. De így az igazgatóság segítségével is a településekről jövő információk szinte egyenesen kerülnek hozzánk, tehát ők polgármesterekkel, vezetőkkel, civilekkel, egyházakkal, mindenkivel, aki a településeken a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatba kerül és dolgozik velük tartják a kapcsolatot, és innen jön az információ. Az ország 270 helyszínén indulnak képzési programok. Ezeknek az alapvető célja, hogy a 8 általános iskolai végzettséget megszerezzék az érintettek, de a hiány szakmák például hegesztői területen is pótolni kívánják a munkaerőhiányt. Ehhez gyakorlatorientált foglalkozások is tartoznak. Ha csak az Aktívan a Tudásért programot kell kiemelnem, akkor ez több mint 6 milliárd forintot szánunk erre, és az elkövetkezendő időszakban az Aktívan a Tudásért program eredményeképpen 12 ezer ember, 12 ezer családot kívánunk képzésbe vonni, és a 2021-ig ezt el is fogjuk érni. Megyénkben kiemelten fontos a program, hiszen jelenleg 6%-os a munkanélküliség, ezzel együtt azonban folyamatosan jelentkezik a munkaerőhiány is. A megyei közgyűlés elnöke szerint ez azt jelenti, hogy munkaerőtartalék van. Ezek kiaknázásához azonban képzésekre van szükség. A megyei önkormányzat is végrehajt egy EFO programot, ahol szolgáltatási út térképet készítünk, illetve azokat a hiányokat mérjük fel, hogy hol kell még a rendszernek jobban alkalmazkodnia a társadalmi elvárásokhoz, illetve a társadalmi igényekhez. Ilyen módon kapcsolódik a megyei önkormányzat programozási tevékenysége a helyettes államtitkár képzési programjaihoz. A belügyminisztérium minden települést felkért, hogy próbáljanak meg legalább egy osztályhoz elegendő embert bevonni a programba. Demecserben olyan sikeres volt a felhívás, hogy 2 osztályt is indítanak, ezért tartották itt az országos felnőtt képzés tanévnyitóját. Demecserben van 300 közmunkás, és ezekből szeretnénk egy ilyen továbblépési célra tanulás útján ugye több szakmát kezébe nyújtani a itt végző tanulóknak. Most elsősorban a házi segítségnyújtásban képzünk 20 főt, ugyanekkor 20 főt kertészeti munkára szeretnénk képezni, mert ugye erre van, úgy érezzük, a jelenlévők számából is kiindulva nagy szükség. Demecserben az elsődleges cél, hogy a képzést ugródeszkaként használva minél többen kerüljenek ki a közfoglalkoztatotti státuszból, és a munkaerőpiacon más formában találják meg a helyüket. Több mint 20 kiállító céget ismerhettek meg a diákok a tiszalöki pályaorientációs szakmai napon. A tanulóknak bemutatták a legmodernebb eszközöket, gépeket és technológiát, amellyel találkozhatnak a tanműhelyekben vagy egy vállalatnál már a munkavilágában. A rendezvényen mintegy 300 általános iskolás diák vett részt.
A Tisza-Löki pályaorientációs szakmai napon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szervezőként és kiállítóként is részt vett. A diákok VR szemüvegeket próbálhattak ki a szervezet standjánál, így az építőipart, a vendéglátást, a szabásvarrást és az autószerelést ismerhették meg. Nagyon nagy érdeklődést látok a gyerekekben. Maga ez a gyakorlati képzőhely is rengeteg színes programmal készült. A szakközépiskolák, szakképzőcentrumok, illetve egyéb cégek, akik itt kiállítóként megjelentek, próbálják megmutatni nagyon sok szakma színes árnyalatát. Kézenfogható szakmákat, kézenfogható gépeket próbálhatnak ki a gyerekek, hogy egy picit közelebb kerüljenek a szakmaválasztáshoz. A kiállítás helyszínéül szolgáló Hotent Kolterm Kft. Évek óta fontos szereplője a szakképzésnek. Saját korszerűen felszerelt a műhelyükben. Az elmúlt években megháromszorozták a tanulószerződéses diákok számát. Már 170 fő választotta a Tisza-Löki céget a gyakorlati tudás megszerzésére. Maga a cégnek az az elképzelése és az a jövőbeni kép alakul ki közöttünk, a kollégákkal, a szakoktatóinkkal közösen karöltve, hogy megpróbáljuk a kornak megfelelő, korhű, 21. századba beilleszkedő, szakmai tudással rendelkező dolgozóknak a kialakítását, kiképzését. Ezekkel az emberekkel a jövőben teljes mértékben azt szeretnénk, hogy piacképesen az ipar számos területén megállják a helyüket. A Tisza-Löki cég második pályaorientációs szakmai napján 22 bemutatkozó vállalat vett részt. Félelmetes kínálat van. Azt gondolom, hogy ez az út, ez a pálya, amit a HCT és az ügyvezetője elkezdett bejárni, az a jövőbe mutat. Úgyhogy itt a 21. századi technológiát látjuk, és ez egy nagyon komoly motiváció a fiataloknak. A környék iskoláiból érkeztek a diákok a szakmai napra. 10 település, közel 300 általános iskolás, felső tagozatos tanulója vett részt a rendezvényen. Hogyha a diákok megismerik ezt, egy jó szakmát választanak, az biztos élethelyzetet, biztos egzisztenciát jelent, mert a magyar gazdaságban már munkaerőhiány van. A tanulmányaik alatt ösztöndíjat kapnak, szociális alapon is kaphatnak ösztöndíjat az új rendszer szerint, illetve tanulószerződés alapján kapnak ösztöndíjat, és ezáltal megtanulnak tudatosan gazdálkodni, elsajátítanak egy szakmát, biztos egzisztenciával, ez jó nekik egyéni életükben, jó egy közösségnek, jó egy településnek, jó egy országnak, hiszen minél több szakemberre van szükségünk, hogy ezt a gazdasági növekedést fönntarthassuk. A szakképzés azért is lehet népszerű a diákok körében, mert a tanulószerződéses diákok pénzt is kapnak tanulmányaik alatt, így havonta több 10 000 forintos fizetést is hazavihetnek. Tavalyhoz képest idén eddig nem drágultak a tüzelőanyagok, sőt a tűzifa néhol még olcsóbban is beszerezhető, mint egy évvel korábban. Mázsánkénti ára jelenleg 3800-4000 forint körül mozog, és a szén is hasonló áron kapható. A szakemberek szerint érdemes minél előbb, akár már nyáron megvenni a fűteni valót. Teherautóra pakolják a felhasogatott fát az egyik nyíregyházi építő és tüzelőanyag kereskedés telephelyén. Ezek a hasábok is házak felfűtését szolgálják majd hamarosan. A fűtési szezon közelettével itt már minden nap keresik az eltüzelni valót, a vásárlók pedig az akácfa mellett háromféle, két hazai és egy import orosz szén közül választhatnak. Beszerezhetőségük mellett a legtöbbeket az érdekel ilyenkor, hogy milyen áron kaphatóak. Rossz hírekre szerencsére egyelőre nem kell számítaniuk. A szénnél nem változtak az árak, ugyanolyan fogyasztói áron tudjuk adni a szenet, mint ahogy ezt tavaly tettük, a tűzifára viszont csökkent. Nem jelentős mértékben, egy olyan 5%-kal olcsóbban tudjuk adni most jelenleg a tűzifát, mint ahogy ezt tavaly tettük. Már annyira elszabadultak az árak az utóbbi időben, tehát a tavalyi évben, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy már nem éri meg tüzelővel, fosszilis tüzelőgővel tüzelni, inkább visszabekapcsolja a gázkazánt, ahol erre lehetőség volt. A szén mázsája itt 3700-4000 forint körül mozog, a magasabb kalóriájú orosz szénért már 6000-et kérnek. Mindeközben a tűzifa 3850 és 4300 forint közötti árkategóriában szerezhető be mázsánként. Sokaknak jelent nagy segítséget a szociális tűzifa program, melynek keretében egy igénylő 8 mázsa fához juthat. Ez télen körülbelül egy hónapra elegendő mennyiség. A rutinosabbak, a leghidegebb hónapokban már csak pótolják a tűzifát, mint megtudtuk, nem is érdemes sokáig kívánni a vásárlással.
Én mindenkinek azt javaslom, főleg a tűzifa esetében, hogy próbálja meg a tüzelőt beszerezni a nyár folyamán, vagy legkésőbb az ősz elején, akkor még a erdészetek, a tavaszi vágású fákat, amiket már a nap, illetve a szél kiszárított, azokat fogja tudni megvenni. Télen, a tél folyamán, mikor elvágnak, elfogynak a tavaszi kitermelések, akkor sajnos már csak a friss vágást tudjuk megvenni. Mi is az erdészetettől így a vásárlóknak csak ezt tudjuk adni, amelyiknek lényegesen magasabb a nedvesség tartalma, ami nem igazán szerencsés, hiszen vizet vesz tűzifárán. Itt pedig már azt a napra forgó magbrikettet mutatja a szakember, amely bár drágább a hagyományos tüzelőanyagoknál, jóval kisebb a nedvesség tartalma, és égetése során nem is keletkezik annyi hamu. Azonban talán nem meglepő, amit a tulajdonos is alátámasztott, inkább az olcsóbb barna és diószenek a kelendőbbek. A kevesebb pénzből gazdálkodók ugyanis csak a fosszilis tüzelőanyagokat engedhetik meg maguknak. Csütörtökön Lövei Csaba a szövetségben Nyíregyházáért önkormányzati képviselő jelöltje sajtótájékoztatót tartott az úgynevezett plakáthelyzetről. Az ott elhangzottakra Szilvási István, a Fidesz nyíregyházi alapszervezetének alelnöke a következő közleménnyel reagált. A tegnapi napon az MSZP pártirodában tartott sajtótájékoztatót Lövei Csaba, aki ellenzéki képviselőjelölt, bár nem egyértelmű, melyik szervezetet képviseli éppen. A témájuk a törvénytelenül kihelyezett plakátjaik eltávolításának és tárolásának költségei voltak. A törvénysértés tényét már másodfokon is megállapította a választási bizottság. A bírság kiszabásától eltekintettek, így mindössze az eredeti állapot visszaállításának költségei lettek a szövetségre terhelve. Ha nem törvénysértő módon próbáltak volna előnyre szert tenni, talán olcsóbban is megúszhatták volna. A szabályok betartása is része a választási rendszernek, akármennyire is zavarja ez az ellenzéki tömörülést. A másik, kiadó nélküli feliratok kihelyezését is ideje lenne bevallaniuk az áldozati szerepkörben tetszelgés helyett. Ezen plakátok eltávolítási és tárolási költségeit jelenleg helyettük a nyíregyházi polgárok viselik. Azok a polgárok, akiktől ők a törvénysértő magatartásuk és a nekik okozott kár után azt várják, hogy a hatalomba segítsék őket. Az oktatási kormányzattal folytatott sikertelen tárgyalások után demonstrációs sorozatot hirdethet meg ősszel a pedagógusok szakszervezete, amely továbbra is az egyeztetésre és együttműködésre törekszik. Az érdekképviselet mások mellett a bérek emeléséért és az óraszámok csökkentéséért küzd. Pártsemleges reprezentatív szakszervezetként a pedagógusok szakszervezete jogosult arra, hogy a kormányzattal tárgyaljon az oktatás megoldandó problémáiról. Egyik legfőbb követelésük már régóta a tanárok bérének emelése. A pedagógusok fizetését bértábla alapján számolják ki, függ a végzettségtől és a pályán eltöltött időtől. Az összeg korábban a minimálbérhez volt igazítva. Mióta azonban ez a számítási mód megszűnt, a kezdő pedagógusok bére a szakmunkás minimálbért keresőkével vetekszik, mondta el 35 perc című műsorunkban a PS megyei elnöke, aki szerint ezért is olyan fontosak a bértárgyalások. Ez lenne az alap, hogy akkor legalább adjuk vissza tulajdonképpen a pedagógus pályának a becsületét, hiszen gyakorlatilag jó képzett szakemberek, társadalom számára is hasznos embereket, csak igazából minőségi oktatással lehet elérni. És a minőségi oktatáshoz azt gondolom, ugye Európai Uniós szinten is egyébként az látszik, hogy csak a megfelelő ugye bért fizetést hazavívő pedagógus, illetve azok az emberek tudnak tulajdonképpen minőségi oktatást adni, akiket ténylegesen a társadalom is megbecsül, illetve anyagilag is honorálva van ez. Nem csak a magasabb bérekért, az óraszámok csökkentéséért is küzdenek. Jelenleg 22 és 26 óra között lehet egy pedagógus óraszáma, ebből azonban nagy különbségek adódnak, ami bérfeszültséget is okoz. A szakszervezet fix óraszámot szeretne kiharcolni, akár a köztes 24-et. Emellett úgy látják, a diákok leterheltségén is enyhíteni kell, ahogy a nyugdíj előtt álló kollégák pótlását és az öregedő korfát is meg kell oldani. Továbbra is konstruktív együttműködésre törekednek az oktatási kormányzattal, de egyelőre sikertelen tárgyalásokon vannak túl. Az egyeztetések következő fázisától függ, meghirdetnek-e demonstrációt.
November 22-ét jelöltük ki ugye elsődlegesen a Magyar Közoktatás Napját, mint az első olyan mérföldkő ugye a szakszervezet életében, hogyha eddig nem sikerül, ugye akár most ugye ismételten összehívták az érdekegyeztető tanást, és akkor tulajdonképpen kezdeményeztük ugye a szakképzési innovációs tanácsnak az összehívását is, hogy legyen valami érdemi előrelépés végre a tárgyalóasztal mellett, és amennyiben nem sikerül, akkor ez a demonstrációs sorozat ugye sok mindenben kimerülhet. Jelenleg is ugye már elkezdődött többféle fórumon történő ugye megjelenése a szakszervezeti munkának. Ilyen a PS weboldalán megtalálható karikatúra sorozat, illetve a bérnyomás és munkaterhelés mérő kérdőív. A megyei elnök elmondása szerint, ha demonstrációba fognak, a társszakszervezetekkel, sőt a szülőkkel is összefoghatnak. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Mirióta László jelenleg 7. helyen álló együttese az NB1 8. fordulójában a tabellán közvetlenül mögötte álló Zalaegerszeget fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Nagy esélyt szalasztott el a legutóbbi fordulóban a Ferencváros otthonában a Kisvárda. A vendégek több helyzetet dolgoztak ki a zöldfehéreknél, akik azonban a hajrában szereztek egy gólt, amivel otthon tartották a 3 pontot. A többi eredmény sem a legjobban alakult várdai szempontból, így bár Mirjuca László utolsó 3 meccsén pont nélkül maradó együttese még mindig a 7. helyen áll a tabellán, az üldözők felzárkóztak a Kisvárda mögé. Nagy lehetőség volt, egy nap nem kell többet gondolkodni, hát persze, mert fáj. Mert inkább kaptuk volna, vagy lett volna 3-0, tudott a 70. perc, tudott, akkor mindenki azt mondta, hogy sokkal jobb volt a Fradi, gyenge játszottunk, sajnos nem az történt, mit vártunk, nyerni akartunk, vagy minimum 1 pont, látja mindenki, mi történt, de ezt elfeltétem, már mondtam, most látszom már a következő nap, tudott, adjuk a Fradi meccs, mert a következőn készülik, a következő az Zalaegerszeg. Lehet még nehezebb meccs lesz, mint a Fradi az Zalaegerszeg. És meg kell nyerni a meccs, nincs más. A Zalaegerszeg 3 vereséggel kezdte a bajnokságot, azóta viszont 7 pontot begyűjtött a legutóbb Paks ellen 3-1-re diadalmaskodó újonc. Kétszer néztem őket. Néztem a Fradi ellen, néztem a Diósgör ellen, jó csapat, jó szervező, az edző, vannak jó játékosok, jött ez a Stíber, ott van a Rado. Vannak jó játékosok előtt, hátulott, nagyon nehéz meccs, de meg egyszer itthoni pálya, saját szurkolok, meg kell próbálni, és meg kell nyerni a meccs, nem csak próbálni, győzni kell. Sajnos a Cukár eltítás, a Román Karászú sérült, Ene sérült, a derek probléma, hát most a Csíko, hál' Istenként napig utána ilyen vírusfertőzés visszajött a edzés, a Hugo is, nem számít, leszünk 14-15, csak 14-et játszolunk, legyen 3 cserő kispadon, mert csak 3 tudok cserélni, és még egyszer meg kell próbálni megnyerni a meccs. A Kisvárda Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Újpest Mezőkövesd, Paks Kaposvár, Diósgyőr Puskás Akadémia, Molfehérvár FC Debrecen és Budapest Honvéd Ferencváros. Egy 2 meccses szlovéniai túrát követően csütörtökön az Újpest ellen játszott felkészülési mérkőzést a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese október 12-én Szombathelyen kezdi a bajnokságot. Közeleg a bajnoki rajt, és a többi csapathoz hasonlóan a nyíregyháziak is igyekeznek a lehető legjobb formába kerülni a nyitányra. Hollósi László együttese az elmúlt hétvégén Szlovéniában vett részt a Kamnik kupán. A házigazda Calcit Kamnik csapatával nagy csatát hívott a Nyíregyháza, amely végül 3-2-es vereséget szenvedett. A horvát Mladost Zagreb ellen 3-1-es győzelmet aratott a magyar csapat. Csütörtökön az Újpesttel játszott 2-2-vel végződő felkészülési meccset a Fátum Nyíregyháza, amelynek vezetőedzője nem volt elégedett a látottakkal. Nem is az a probléma, hogy mondjuk az első 2 játszmába kikaptunk, hanem a miértje. Én mindig ugye el szoktam mondani a játékosoknak, hogy itt nem magunkért játszunk, hanem azért játszunk, hogy kiszolgáljuk a közönséget. Ilyen lélektelen hozzáállás, meg kell, hogy mondjam, elfogadhatatlan. Utána én úgy gondolom, hogy sikerült azért a problémákat orvosolni, tehát a 3.-4. játszmában már valamit két megcsillogtattunk abból, amit tudunk. De hát tegnap már beszéltem a játékosokkal mérkőzés után, bár nem szeretek rögtön értékelni, és itt nem is igazából értékelésről volt szó,
de egy kicsit váltanunk kell. Tehát eddig nagyon szép volt és jó volt minden. Amikor kicsit döcögősebb és nehezebb időszak van, akkor az akaraterő és az elhatározásnak fontos szerepe van. De én úgy gondolom, a lányok vannak annyira értelmesek, hogy ezt is helyén tudják kezelni, és igenis a bajnoki rajtig, illetve a fontos mérkőzésekig ezeket helyre tudjuk tenni. A Fátum Nyíregyház október 12-én Szombathelyen kezdi a bajnokságot, hazai környezetben pedig egy héttel később az MTK ellen mutatkozik be Hollósi László együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több mint 20 kiállító céget ismerhettek meg a diákok a Tisza Löki pályaorientációs szakmai napon. A tanulóknak bemutatták a legmodernebb eszközöket, gépeket és technológiát, amellyel találkozhatnak a tanműhelyekben vagy egy vállalatnál már a munkavilágában. A rendezvényen mintegy 300 általános iskolás diák vett részt. Tavalyhoz képest idén eddig nem drágultak a tüzelőanyagok, sőt, a tűzifa néhol még olcsóbban is beszerezhető, mint egy évvel korábban. Mázsánkénti ára jelenleg 3800-4000 forint körül mozog, és a szén is hasonló áron kapható. A szakemberek szerint érdemes minél előbb, akár már nyáron megvenni a fűtenivalót, akkor ugyanis még a tavaszi kitermelésű tűzifát árulják a kereskedések. Az Aktívan a Tudásért projekt kiemelt figyelmet fordít Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. A 2017. április 1-e óta futó program keretein belül a megyéből eddig több mint 1400-an vettek részt valamilyen képzésen. A cél, hogy a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzésekkel integrálni tudják a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű személyeket. A program 2021. március 31-éig tart, ez idő alatt országosan 12 000 fő alapkompetenciájának megszerzése a célkitűzés. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, október 4-én, pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Eleinte változó van, majd gyakran erősen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. A változó irányú, majd délire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor egyaránt valószínű, a délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul. Vasárnap még kellemes őszi időnk lesz, kisebb eső, zápor elvétve előfordulhat. A jövő hét elején hideg, száraz levegő érkezik fölénk, emiatt sok lesz a napsütés, de mégis hűvös idő várható, éjszaka többfelé faggyal. Szerda este újabb front érkezik, ami pár napon keresztül felhős, csapadékos, cserében viszont enyhébb időt okoz. Kettős front hatás miatt sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás, és megnövekszik a reakcióidő is.